Ismét eltelt egy hét, és én köszöntöm Önöket a publikumban, a Pécs TV Összkulturális Városnéző magazin műsorában. Mai helyszínünk a Pécsi Nemzeti Színház, és ennek okát majd az ajánlóból megtudhatják. Most pedig tartsanak velünk, jöjjenek velünk összkulturális utazásunkra. Pécsett a Cella Szepti Hórában zárul a World Press Photo 2008 kiállítás világkörüli útja. Az 1955-ben Hollandiában létrejött független, non-profit szervezet célkitűzése, a hivatásos sajtófotósok munkájának támogatása, népszerűsítése szerte a világon. A Holland World Press Photo szervezet rendezi meg minden esztendőben a világ legnagyobb és legrangosabb sajtófotó pályázatát. A World Press Photo kiállítás a legkülönfélébb kategóriákban mutatja be az elmúlt év legfontosabb és legmeghatározóbb eseményeit. Egyrészt azért különleges ez a kiállítás, mert Pécs legszebb rendezvény helyszínén van. Szóval, hogy ezt ide rendezték be, hát fantasztikus. Másrészt azért, mert egy fénykép mást mond a világról, mint bármely kimondott szó leírt gondolat. Nincsen olyan leírt mondat, amely annyit tudna mondani a világról, mint egy fénykép. Emlékszünk a vietnámi háborúban a napalm elől menekülő kislányra, vagy az 56-os forradalomban, amikor a piros-fehér-zöld lukas lobogón keresztül átviláglik egy forradalmár kislánynak az arca. Arra a fantasztikus egyébként World Press fotódíjas fotóra, amikor az amerikai katona, miután a csapatszállító gépen kinyitja a hullazsákot, meglátja, hogy a hullazsákban a legjobb barátja fekszik arra az arckifejezésre. Vagy az itt lévő fotóknál Gárdi Balázs nagyszerű képére, amit Afganisztánban készítette egy gyermekét az ölében tartó emberrel, vagy pedig Benazir Bhutto meggyilkolás előtt néhány másodperccel készült fényképek. Vannak nagyszerű képek, itt el lehet mosolyodni, itt el lehet gondolkodni, itt bizony meg lehet siratni egy-egy képet. Én úgy gondolom, hogy a World Press Photo egy világbrand, egy világmárka, és nagyon boldog és büszke vagyok arra, hogy ez a világmárka megérkezett Pécsre, hiszen ez is jelzi azt, hogy Európa kulturális fővárosában most egy olyan program várja a pécsieket és az ide látogatókat, vendégeinket, tehát nem csak pécsieket, ami nem csak Magyarországon értékes, hanem egy világmárka, egy világbrand. Pécsett nem csak maga a kiállítás rendkívüli, hanem a helyszín is. Az elmúlt év legkiválóbb képeinek idén a Cella Szepti Hóra ad otthont. Múlt évről datálódik már a jó kapcsolatunk a holland konzulátussal és a nagykövetséggel. Akkor, amikor meglátták ezt a helyszínt, akkor rögtön beleszerettek, és azt mondták, hogy mindenképpen szeretnék, hogyha itt megvalósítható lenne ez a World Press Photo kiállítás. Mi meg örömmel álltunk a kezdeményezés előtt, hiszen idén elindítottunk egy olyan évet, az Pécs 2010 felvezető évének szellemiségében, ahol a szentet és a profánt kapcsoljuk össze, és gyakorlatilag ennek a gondolatkörnek a jegyében nagyon örültünk, hogy ezt a kiállítást mi fogadhatjuk. A tárlat 185 kiváló képet tartalmaz. A világ legjobb sajtófotóit nézhetjük meg, és olvashatjuk a hozzájuk tartozó részletes történeteket. Én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt egy-két évben érezhetően megpezsdült a kiállítás szervezőknek az aktivitása. Egyre több kiállítást próbálnak Pécsen megvalósítani, és ehhez egyre inkább szűkösnek bizonyulnak a már meglévő bejáratott helyszínek. És nagyon örülök annak, hogy az új menedzsment, a Cella Szepti Hórát nem csak mint egy ilyen római múltat bemutató történelmi emlékhelyet próbálja pozícionálni, hanem rájött arra, hogy milyen izgalmas kontrasztot rejt magában a 1600 évek romok mellett a tavaly előtt átadott modern építészeti architektúra, és ebben milyen izgalmas kiállításokat lehet szervezni. Ezért némi kísérleti projekt után tulajdonképpen ez a mai az első igazán nívós nemzetközi mércével is azt gondolom, hogy nívós kiállítás, amelynek otthona lehet a Cella Szepti Hóra. Mindazoknak izgalmas élményt nyújt a kiállítás, akik szeretnék jobban megismerni, mi zajlik körülöttünk a világban, vagy a fotózás iránt érdeklődnek. 2008-ban a világ legrangosabb fotópályázatának 10 kategóriájában minden eddiginél több 80.536 képet nevezett 519 fotóriporter a világ 125 országából. Az a helyzet ezekkel a fotókkal mindig, hogy ugye egyrészt nagyon sokkírozó, amikor azokat a képeket látjuk viszont, amiket egy év során a híradóban folyamatosan azért közvetítenek, de az úgy elúszik az ember szeme előtt, meg jön a reklám, meg átkapcsol, itt pedig szembesülünk azzal, hogy tényleg el lehet
mélyülni egy képnek a borzalmába. Másrészt meg persze nagyon sok érdekes világba pillanthatunk bele, vannak ezek a lakásbelsők például, amikről úgy persze folyamatosan értesülünk, de mindig azt találom nagyon érdekesnek a fényképbe, meg ilyen felemelőnek is egyben, tehát hogy úgy részévé tud lenni az ember, hogyha egy pár másodpercet eltölt előtte. És persze nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy idén három magyar díjazottat is köszönhetünk. Gárdi Balázs, Szigetvári Zsolt és Berekai Judit szerzett elismerést a világ legrangosabb fotópályázatán. A Holland Konzulátus és az Európa Kulturális Fővárosa Program együttműködésével és támogatásával megrendezett tárlat április 9-től 29-ig tekinthető meg a Cella Szepti Hórában. Mintegy 30 év elteltével ismét közösen ragadtak fényképezőgépet a Fókusz csoport tagjai. Ezzel is az bizonyítva, hogy kreativitásuk, alkotói kedvük nem hunyt ki, és képesek a mai kor színvonalának megfelelő, vagy akár azon is túlmutató fotóművészeti tevékenységre. Az erről árulkodó alkotásokat a Parti Galériában, illetve a Sétatéren tekinthetik meg az érteklődők. A 70-es évek mindinkább kiüresedő hazai fotóművészetében több fiatalokból álló csoportosulás igyekezett új tartalmakat hordozó, megújult formavilágot létrehozni. Egyik meghatározó formáció közülük a Pécsi Fókusz csoport volt, amelyet dr. Lajos László keltett életre. Mind az öten, illetve négyen tanítványaim voltak az ifjúsági házban. És akkor ott felvetődött a gondolat, a tehetség és fotósokat össze kellene kapni a Mecseki fotóklubban belül. Az 1977-ben létrejött alakulat komoly kiállításokon bizonyította erejét számos itthoni és külföldi galériában. A Fókusz hivatalosan soha nem szűnt meg, de közös tevékenységük évtizedekig szünetelt. Megalakulásuk után több mint 30 évvel, 2008 év vége felé azonban közülük öten, Cseri László, Harnóci Őrs, Kálmándi Pap Ferenc, dr. Lajos László és Marsalkó Péter úgy határoztak, hogy 2009-ben az Európa Kulturális Fővárosa utolsó felvezető évében új kollekciót hoznak létre, amellyel a közönség elé lépnek. Ezzel bizonyítják, hogy kreativitásuk, alkotói kedvük nem hunyt ki, és ma is képesek a kor színvonalának megfelelő, vagy akár azon is túlmutató fotóművészeti tevékenységre. 2008-ban volt a Zsolnai titkok kertje kiállításom ugyanitt a Parti Galériában, és megmondom őszintén, hogy azért 25-20 éves egyedül lét, amit egy fotóművész egy fókusz csoportból kiválva élte az életét, egy folyamatosan nosztalgiába estem, mert a megnyitóra eljöttek a fókusz tagjai, és akkor annyira elérzékenyültem, és olyan mélyen hatott ez a fajta dolog, hogy én is már 55 éves vagyok, mik azok a vágyaim, amiket a fotón keresztül még át tudnék élni, és akkor ez a dolog egy szóval fókuszált bennem, hogy ha lehet, akkor megvalósítani egy újabb fókusz csoportot. Arra vállalkoztak, hogy a képalkotás keretein belül megvalósítható helyzetjelentéssel villantsanak fel hangulatokat szeretett városuk, Pécs társadalmi kulturális közegéből. Április 4-től a Parti Galériában érzékeny lenyomatokat tárnak a közönség elé a körülöttük lévő világról. Harnóci Őrs portrékat hozott, a pusztuló Király utca cégéres arcainak bemutatásával. Marsalkó Péter ugyancsak pécsi portrékkal jelentkezett, Cseri László formalinos üvegbe helyezte a pécsi lelkeket és tárgyakat. Kálmándi Pap Ferenc a város sötétségét és fehérségét, szellemiségének lenyomatait ábrázolta. Míg dr. Lajos László 72 esztendejének köszönhetően kicsit visszafogottabb, belvárosi sorozattal jelentkezett. Az esemény a Pécs 2010 LKF program támogatásával valósult meg, hiszen a neves fotóművészek alkotásainak megismertetése kitűnően illeszkedik a nyertes pályázatban megfogalmazott kulturális örökség és újítás városa gondolathoz.
rettentő fontosnak tartom azt, hogy hihetetlen jó fotósok elképesztően minőségi képeit tudjuk megmutatni, és hogy két helyszínen ez különösen érdekes, hogy a Parti Galériában és itt kint a sétatéren. Ez azt hiszem, hogy egy fontos gesztus arra, hogy azoknak, akik nem jönnek be feltétlenül a Parti Galériába, azok is hozzáférhessenek, megláthassák, hogy milyen minőség van itt a városban. A Parti Galériában az alkotónként 6-6 kép, illetve a sétatéren kiállított személyenként 2-2 alkotás május 20-áig látható. A tervek szerint a két kiállítás a továbbiakban végigjárja majd a 2010-es LKF-es útvonalat. Bemutatják az anyagot Essenben és Isztambulban is. Gellér B. István munkácsédias képzőművész alig néhány hete vehette át az egyik legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Köztársaság tiszti keresztjét a kulturális minisztertől. A művésszel pályája legfontosabb állomásairól beszélgettünk. A Zsolnai gyár egyik épületegységében található a munkácsédias képzőművész műhelye. Ablaka az ihletet adó udvar kertjére néz. Azt mondja, olyan, mint egy hivatalnok reggel bevonul ide, és délután 4-5 óráig csinálja. A különleges kreativitással bíró elme grafikái, festményei, plasztikái fogadják a látogatót. Gellér B. István a képzőművészet több területén hoz létre remek műveket, talán ezért is nyerhette el mintegy 10 évvel ezelőtt a munkácsi díjat. Mondjuk a hivatalos kitüntetés az a Munkácsi díj volt. Azt én 99-ben kaptam meg, és hát arra is szívesen emlékszem, mert a szakma ajánlott rá, tehát a kollégáknak volt egy ilyen közös döntés, amiről én csak utólag értesültem, amikor megkaptam. Már akkor is a növekvő várossal foglalkoztam, tehát egyfajta ilyen képzelt régészeti feltárással és ennek a dokumentumaival plasztikákat csináltam zömmel, és ez volt talán az oka, miért megkaptam ezeknek a minősége. Azt hiszem, hogy a plasztikák voltak a legfontosabbak, amiket csináltam, meg csinálok ma is. Művészi eredménynek pedig a külföldi kiállításokon való díjak. Ezek voltak a legfontosabbak, mert számomra még mindig fontos az, hogyha úgy szólván ismeretlenül egy nemzetközi kiállításon részt veszek, és ott díjat kapok, ez egyértelműen a legfontosabb elismerés. Külföldi kiállításokon zömmel rajzokkal lehet részt venni, hát ez a szállítás miatt is adódik, hogy gyakorlatilag kisméreteket lehet küldeni. Tehát ezek ilyen nemzetközi rajzbiennálék és hasonló kiállítások voltak. Én nem tartozom különösebben olyanok közé, akik csoportba dolgoznának, de külföldön nagyon sok esetben csoportba dolgozunk, tehát egyfajta spontán csoportosulás jön létre. Azt lehet mondani, hogy érzelmileg meg kicsit tematikailag is az iparterv csoporthoz, ami Magyarországon a 70-es években volt, még ehhez vonzódom leginkább, ehhez a korosztályhoz. Kiállítások az Berlin, ami fontosabb, Prága most volt, Pozsonyban, utána lesz Selmecbányán, Kassán, ezek mondjuk egyelőre a fontosabb kiállítások. Azt lehet mondani, hogy 5-6 éves koromtól kezdve rajzoltam, de hát minden gyerek rajzol, meg csinálja a dolgát. Gyakorlatilag 13-14 éves koromtól kezdve rendszeresen dolgoztam, és 14-15 éves koromtól kezdve Martin Ferencnek az instrukciói alapján dolgoztam.
Gerér B. István Munkácsi Díjas képzőművész március 15-én művészi munkája elismeréséül a Magyar Köztársaság tiszti keresztjét vehette át a kulturális minisztertől. A költészet napja alkalmából több szavaló versenyt is rendeztek a héten. A nevelési központ egyes számú iskolájának megmérettetésén az iskola valamennyi évfolyama képviseltette magát. A zsűri elnöke pedig Nagy Bandó András volt, akinek verseiből is elhangzott néhány. Három korcsoportban mérették meg magukat az ANK egyes számú általános iskolájának tanulói a költészet napjának hetében. Egymást követő időpontokban már reggel 8 órakor elkezdődött a szavalóverseny. Először az alsó évfolyamosok, majd a nagyok következtek. Íme egy első helyezett apróság, aki állítólag testhez álló verset választott magának Nagy Bandó költeményei közül. Nagy Bandó András, boszorkánynak mennék. Miért maradjak gyönge lánynak? Úgy elmennék boszorkánynak, szállnék söprűn fenn az égen, parázs volna eleségem. Meg sem rettennék a tűztől, szájam szagos, sőtám bűzöl. Szikrát szorna tüzes szemem, lángot vetne tekintetem. Innivalóm szennyes lőre, béka ülne bőrcipőmre, kígyó csúszna kertem fáján, bagoly ülne vállam táján. Lenne egy-két bögjöm, legyem, volna éjszín, köpönyegem. Lábam fedné budgyos nadrág, ha meglátnád, úgy ott hagynád. Bibér csókos lenne fülem, nem lennétek meg nélkülem? Jósolnék a tenyerekből, nem kérnék a gyerekekből. Sikoltoznék és víjognék, egy-két szülőt nyakon fognék. Üveggömbön füstölögne, ki felismer, mind röhögne. Nagyon jó választott verset az ő habitusához. Ezt pont úgy tükröztette, mintha ő találta volna ki. Ehhez kitalálta azt, hogy egy ilyen boszorkányszerű kalapot is hozott magával, de a kalap semmit nem segített volna, ha rosszul mondja el. Viszont úgy élt a színpadon, mondtam is, hogy megtörtént a csoda. Azaz, ahogy ő verset mondott, így kell mondani, és ez azt is tükrözte, hogy én egy gyerek vagyok. Ezt a verset nekem írta a Bandó, és én ezt mikor elmondom, akkor olyan, mintha ha már nekem írta, mintha én mondtam volna. Míg a zsűri tanácskozott, addig az iskola tánctagozatosai, valamint művészeti iskolájuk zenészei szórakoztatták a közönséget. A zsűri elnöke Nagy Bandó András elmondta, nem csak a szép kiejtést, a hangsúlyt és az artikulációt vették figyelembe a döntésnél, hanem az egyéniséghez illő jó versválasztást is és az előadás módját is. Az előadó művész több verse is elhangzott a rendezvényen. Meg tudom ítélni azt, hogy egyrészt tehetséges a gyerek, aki ott áll a verse, beleélje magát, úgy tükrözi-e vissza, hogy valóban az övé a vers. Ez a legfontosabb, hogy nem csak megtanultam, elmondom, nem csak megtanították velem, és azt továbbadom. Az én hangsúlyaim, az én színeim vannak abban, amit elmondok. Szerintem ez hozzám illik, meg Zsuzsa néni is mondta, aki felkészített, hogy szerintem én egy picit ilyen boszorkányos vagyok, és szerintem ezért, de azelőtt úgy gondoltuk, hogy a lecsóboltot választjuk, de mégsem, inkább a boszorkánynak mennék, az jobban illik hozzám, azt mondtuk.
Az iskola igazgatója elmondta, rendszeresen tartanak szavalóversenyeket, azonban idén rendezték meg először a költészet napja alkalmából. 843 tanulónk valamennyi tanult verset, először osztályszintű, majd évfolyamszintű selejtezőkön vettek részt, és így jutottak a mai döntőbe. Itt a színház teremben három korcsoportban rendeztük a döntőket. 20. századi és mai magyar kortárs költők verseiből szavaltak a gyerekek. A rangos eseménynek az ANK Művelődési Ház színház terme adott otthont. Bartók és Kodály műhely pécsi kórusokkal. Ez volt az előzménye annak a gálakoncertnek, amelyet nemrég a Palatinus szálló Bartók termében rendeztek meg vendégkarnagyok közreműködésével. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Bartók Kodály műhelyt népszerű, színvonalas művészi munkát felmutató kórusaink dr. Lakner Tamás karnagy szervezésében. Mivel nálunk európai rangú kórusok vannak, melyek Kodály és Bartók művészetét kivétel nélkül teljes egészében ismerik és tudják, ezért indulhatott útjára ez a műhely, tudtuk meg a főszervezőtől. Az országban és a világon is nagyon sokan szeretnének Bartókot és Kodályt vezényelni, mivel a két szerző meghatározó szerepet tölt be a 20. század zenetörténetében. Fehér Oroszország, Ausztria, Szlovákia, Kína és Finnország képviseltette magát a többnapos rendezvényen. Ide jönnek, és tulajdonképpen tapasztalhatják azt, és hallhatnak olyan kórusokat, amik lehet, hogy még soha nem vezényeltek mondjuk férfikart például, vagy soha nem vezényeltek esetleg leánykart. De most ezt megpróbálhatják, és olyan művekkel jöhetnek ide, amelyeket lehet, hogy soha nem tudna tudni elvezényelni, mert lesz ilyen színvonalú együttesük. És hát úgy veszük észre, hogy tényleg nagyon nagy az érdeklődés, hát a három év alatt, ha jól számolom, akkor eddig 12 országból voltak már itt, hát ebben az évben is több európai országból érkeztek. Vannak, hány vendég? Hát ha jól tudom, öten jöttek külföldről, vannak visszatérők is például, akik már harmadik éve jönnek vissza, mert olyan jól érezték magukat, és hát úgy gondolják, hogy nagyon hasznos a számukra, de hát vannak természetesen újak is. Örvendetes hír, hogy a Lindsay Anton Bruckner Zeneakadémiával sikeres kapcsolat jött létre még korábban, és a professzor Kurd Lohi diákjaival együtt eljött részt venni az itteni munkában. Megtudtuk, hogy két évvel ezelőtt már jártak nálunk hasonló workshopon, azóta tudja, mennyire fontos ez tanulmányaik szakmai fejlődésük szempontjából. Első kézből szerettek volna Bartók és Kodály műveivel megismerkedni, mivel Ausztriában ennek nincs akkora tradíciója, hangsúlyozta a Lindsay vendég. A nyelvi különbségek nem jelentettek problémát, hiszen a muzsika nyelvén kiválóan megértették egymást, tette hozzá a professzor. Most pedig hallgassuk meg helyi kiválóságainkat a műhely munkáról. Délelőttönként 4 órát dolgoztak a fiatalok, pénteken és szombaton, és ma 1 órás próba és a főpróba. Tehát 4-en voltak a Bartók leánykarral, és 4 mű fog most megszólalni. Ők megkapták a partitúrát, partitúrákból választottak, tehát minden kórus sok művet megadott, és akkor ők a partitúrákat kiválasztották, úgy jöttek ide, hogy kérték, hogy ők milyen művet szeretnének énekelni, és akkor így áll össze. Tehát itt nekik csak 3 napos munka volt, amit tudtak végezni, de hát nagyon szépen föl tudtak készülni. Nálunk a Laudate kórusban 4 meghívott, pontosabban jelentkező karnagy vezényel Kodály, Bárdos és Orbán műveket. Egy fiatal kis kollégina Felvidékről érkezett, Nyitra környékéről, van egy fehér orosz karnagy jelölt kollégina, van egy fiatal hölgy, aki Ausztriából,
érkezett, és hát a negyedik karmeli is hölgy, aki Budapestről az ELTE énekzene szakos hallgatójaként jött ide, és vezénylik Várdos Légitánzalát, Kodály Advent énekét és Orbán Mária Ára Máriáját. A Bartók Béla férfi kart három fiatal, tehetséges hölgy vezényli. Rózsa Bernadett, aki itt végzett a Pécsi Tudományegyetemnek az Emlőszeti Intézetében, és Hoffer Zsuzsa, aki pedig most negyedéves, és Breinik Beáta, aki az Ötvös Royal Tudományegyetemről érkezett, és ők hárman vezénylik a Bartók Béla férfi kart. Ez a műhely állított a legnehezebb feladat elé vezénylőket, hiszen tessék elképzelni, hogy 50 férfi és egy 20 éves hölgy áll előttük, tehát ugye azért nem olyan egyszerű feladat, inkább a hölgyeknek nem egyszerű feladat, de nagyon-nagyon ügyesen dolgoztak, és úgy gondolom, hogy az első megilletődöttség után már nagyszerűen tudtak együtt dolgozni. Felcsendül egy ritkaság, Kodály Zoltánnak 13 éves korában írt műve, az első kórus műve a Stabat Mater, ami hát éppen a húsvéti ünnepkör kapcsán aktuális is. Ezen kívül Bartók Béla huszárnótája, és Orbán György neked nagyon népszerű és egy fantasztikus kórus műve, a Démon Érepít Kalidusz, amelyet különben a szerző a Bartók Béla férfi karnak írt át vegyes karról férfi kari változatra. Kettő vezényli, a harmadik, aki a magyar nemzetet vezényelte volna, valamilyen családi vagy egyéb ok miatt nem tudott Pécsre jönni, úgyhogy ezzel zárul majd a vezénylők sorra, és hát az egyik egy német kislány, aki Linzből jött, és hát őneki nagyon nehéz dolga van, mert a Sik Sándor Tedeumát vezényli, amelyik egy beszédszerű kodályfeldolgozás, és ugye nem tudhatja azt, hogy melyik magyar szó mögött milyen tartalom van, viszont ritmikailag pontosan megtanulta a művet, és hagyja magát kicsit a kórus által is vezetni, tehát amit ő elindít, azt a kórus folytatja, és akkor ő hát erre kapaszkodva egész ügyesen megoldja a feladatokat. A másik lányka pedig az ELTE hallgatója, aki most végez tehát az Ötvös Egyetemen. Egyik kedves kollégámnak, Vincenti Zsuzsának a tanítványa, és hát ő vele nagyon hálás együtt dolgozni, mert már egy élet ügyes kis karvezető. A műhely munkában és a gála koncerten közreműködött a Bartók Béla Leánykar, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának Laudate kórusa, a Pannonvolán ZRT Bartók Béla férfikara és a Pécsi Kamarakórus. Húsvétváró hímes csodák címmel nyílt kiállítása Lénauházban. A bemutatott műtárgyak többségükben szakrális, részben ősi eredetű, részben a keresztény húsvétot idéző mintaelemekkel és színekkel díszítettek. A Zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum válogatott darabjai. Tavasz, gyenge tavasz.
Napjainkban a nagy közönség számára a hímes tojás elsősorban a húsvétot idézi. A tojásfestés, a tojásdíszítés hagyománya azonban régebbi eredetű, mint a húsvét ünneplése. Számos néprajzi kutatás foglalkozik a tojásdíszítés eredetével, a díszítmények jelképrendszerének tanulmányozásával, és a hozzáfűződő hiedelmek, mítoszok, népszokások történetével. A Lénauházban kiállított csaknem 3500 darabos gyűjtemény a Zengővárkonyi Míves Tojás Múzeumból való. Az autentikus díszített tojás múzeális értékű tárgy, amely mintázatában, színeiben, festékanyagában, elkészítési módjában népi hagyományokat testesít meg. A bemutatott tojások 55 tájegységből származnak, mintegy 170 tojás díszítő több mint 30 különféle technikával készítette. A hímes csodákat június 27-ig láthatják a Lénauházban. Ez volt a Publikum, remélem találtak kedvükre valót, azonban vissza van még az ajánló. Április 17-én a Pécsi Balett két új, egyfelvonásos produkcióval jelentkezik a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában. Elérhetetlen területek címmel Zahár Loránd a Holland Dance Works Rotterdam művésze készített koreográfiát az együttesnek. Az est második részében Raza Hamadi a Párizsi Balett jazzárt vezetőinek koreográfiáját mutatják be Sakmat címmel. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!